a szociológia alapszakról lesz szó, szóval de ezt már mondtam, és ugye az elején az lesz a téma, hogy mi is a szociológia. Ugye ez a társadalmi élet szabályszerűségeit kutató tudományár, és ami nagyon fontos, hogy az életünknek csomó minden aspektusát meghatározza, hogy hol helyezkedünk el a társadalmi szerkezetben, a társadalom befolyásolja, ugye formálja az életünket, és még legszemélyesebb döntéseinkre is hatással van. Tehát olyasmi jellegű döntésekre is, mint öngyilkosság, párválasztás, alkoholfogyasztás, és sőt a pályaválasztás is, aminél ugye ami most önöket érinti. De most itt a amit kiemelnék, az az öngyilkosság, azt kiválasztottam így példának, hogy azt gondolnánk, hogy na, ha valami, akkor ez aztán tényleg nagyon személyes döntés, és nyilván az adott helyzetben ott az adott ember hozza meg a döntést, a sajnálatos döntést, hogy esetleg öngyilkos lesz, de ugyanakkor ez is egy csomó tényező befolyásolja, mint ahogy szociológiai kutatások mutatják. Az egyik szociológiai klasszikus dürkheim például régebben azokra azt az eredményt kapta, hogy valószínűbb, hogy protestáns férfi, aki jómodú vagy egyedülálló, az öngyilkos lesz, valószínűbb, még kevésbé valószínű, hogy öngyilkos lesz valaki, aki zsidó, zsidó vagy katolikus férfi, aki szegény és házas. És ennek az okait is utatta. És azt lehet látni, hogy manapság is az egyes országok között különbségek vannak. Az öngyilkossági rátákban, tehát más arányban fordulnak elő. És nem olyan egyszerű a dolog, hogy pusztán azért mondjuk, mert egy ország szegényebb vagy gazdagabb, akkor ott, ott jelennik meg, mondjuk nagyobb arányban, ahol szegényebb, hanem pont, hogy a leggazdagabbak és a legszegényebbek között is a legmagasabb az előfordulása. Növekszik a gazdasági válságok idején, de például csökken háború idején. Magas a posztszocialista országokban. Ugye Magyarországon is tudjuk, hogy nagyon magas, és Magyarországon belül is a keleti délkeleti megyékben az öngyilkossági halálozás két-háromszoros a nyugati régiónak. Tehát azt látjuk, hogy, hogy egy csomó minden tényező befolyásolhat egy ilyen döntést is, mint az öngyilkosság, és ez egy csomó más jelenségre is igaz. Tehát az edukáción ott arról beszélgettünk az jelentkezőkkel, hogy tényleg az, hogy valaki egyáltalán meghozhatja azt a döntést, hogy egyetemre mehessen, már amögött mennyire sok mindennek kellett bekövetkeznie. Igen. És ugye, hát kiket várunk? Olyanokat várunk, akiket érdekel az őt körülvevő társadalom egyértelműen. Ugye, szeret problémákon gondolkodni, és szereti megérteni őket, Szeretne egy jobb, igazságosabb társadalomban élni, és szeretne tenni is valamit ennek érdekében, hiszen ugye mindig az első lépés az, hogy fölmérjük az adott jelenséget és fölhívjuk rá a figyelmet. Ugye lehetnek itt olyan rejtett egyenlőtlenségek is, amikre valaki nem is gondolnak, és ez is a szociológusok szerepe lehet, hogy ezekre fölhívják a figyelmet. Na, és akkor, hogyha arra, arról beszéljünk, hogy és miért pont a Korvinuszon érdemes a szociológiát tanulni. Egyrészt a pontszámok ugye itt országosan nagyon magasak, nagyon magas a színvonal, ambiciózus, motivált oktatók és kiváló hallgatók találkozó helye. Ugye az országban az egyik legmagasabb, hanem a legmagasabb szociológia tekintetében jól szerepelnek utána a hallgatóink mindig a tudományos diáköri konferenciákon. De az oktatóktól is uh, nagyon szigorú elvárások vannak, ugye a korminusz hatalmas fejlesztésemben keresztül az utóbbi években, tehát elvárás az oktatóktól, hogy igyekezzenek uh, toplapokban uh, publikálni. Uh, és igen, majd, majd erről még lesz szó, hogy ez még miben van hatással. Uh, ami meg, megint egy érdekes dolog, hogy azáltal ugye, hogy angolul van a képzésünk, és a hallgatóinknak egy jelentősebb része külföldi, tulajdonképpen nemzetközi közegre van lehetőség itthon. Tehát kicsit, mint a külföldön lenne az ember, de mégis itthon. A képzésünk megújult sok szempontból, egy egyedülállóan letisztult nyugatias képzési szerkezet jellemzi. És amit még szintén kiemelnék, hogy a Corvinus diploma az közkedvelt a munkaadók körében tehát számít a munkaadóknak, hogy mondjuk Corvinus diploma szerepel el valamint. Ugye szociológia az is érdekes lehet, hogy miért pont a Corvinuson. Projekt alapú, élmény innovatív oktatási módszereket alkalmazunk, mint például a MyView hallgatói vélemény app. Ez tehát a MyView hallgatói vélemények, az megnézi a hallgatói véleményeket, és azokat is becsatornázza abba, ahogy tartjuk az órákat. De emellett a fejlesztések lehetővé teszik, tehát bejönnek szakemberek is, és oktatásmódszertanászok is foglalkoznak velünk, és például, hát remélem, haladtak jól a diák, mert végül nem a Team Standard beállítását választottam, na mindegy, de hogy de hogy elvileg, ha jól látszik, jól látható a dia, akkor látszik, hogy videók is készülnek, ugye egyes tárgyakhoz, ott vagyok például én, mint egy interjústárnál van egy videós tananyagom, órán pedig akkor nem a tananyagot, tehát nem kiáll egy tanár is beszél, beszél, mint például most, ahogy én itt ezt csinálom, hanem ugye interaktívak az órák, élményalapúak, tehát az interjú akkor kipróbáljuk azt órán, hogy milyen interjúzni, és projekt alapú a hallgatók projektekbe vesznek részt. Az a másik kép az például hallgatókat mutat, akik gyerekotthonba kutattak, és vannak a hallgatók számára kutatásuk bekapcsolódási lehetőségek is, amik ugye szakmai gyakorlatot lehetővé teszik. Például itt is ez a példa, ez a gyerekotthonos kutatásnál az egyik olyan kutatásba kapcsolódtak be, ami egy alapítványhoz kapcsolódott, amivel kapcsolatom volt, ami állami gondozott gyerekekkel foglalkozott. Folytatva azért, hogy miért érdemes a szociológiát a Corvinuson, Ugye jellemzi egyfajta családias légkör, mivel kisebb szak, mint néhány, mint a legtöbb szak az egyetemen, a Corvinuson, és kisebb ez a szociológia szak, mint, mint sok máshol a szociológia szakok. Tehát kicsit kicsit személytelennek lehetnek talán a nagyobb szakok, itt viszont, ismerjük a hallgatókat, és vannak, vannak, van kortás mentorálás is, és jó közösség élet zajlik. Most a, a, a ugye a kép az az egyik ilyen eseményt mutatja, de azon kívül is uh, vannak uh, rendszeresebben most már. Ugye nyilván a Covid leállított egyes eseményeket, de uh, azon túl is most már újra kezdenek uh, jelentkezni jobban a közösségi események, mint például uh, a milyen karácsonyi bulink az ilyen legfrissebb, ami volt, de az új hallgatóknak is szervezett mindenféle programot, vezetőnk Pásztor Adél, aki egyébként ö, ö, 12 éven át Angliában, Anglia neves egyetemein ö, oktatott, és most ö, nemrég a tanszékvezetőnk is nagyon nagy elánnal vetette be magát a tanszékvezetésébe. Ö, igen, még esetleg... Ö, mutatnám, hogy milyen kutatási kérdések izgatnak minket a fiatalok kapcsán a korivinus szociológián. Hát rengeteg kérdés izgalmas számunkra, és ezek olyan kutatások is, amiben a hallgatók is volt, hogy bekapcsolódtak. Például az első kettő az én kutatásaimhoz kapcsolódik, és ott hallgatók bekapcsolódtak, hogy hogy befolyásolják a technológiai változások a fiatalok jövőbeli munkalehetőségeit, hogy befolyásolja a fiatalok jövőképét a mesterséges intelligencia és a robotok kapcsán az, amit a sci-fi filmekben láttak, milyen egyenlőtlenségek vannak az oktatási rendszerben a fiatalok számára, mi befolyásolja, hogy lányok műszaki továbbtanulást választanak-e, milyen akadályokat kell leküzdeniük ennek érdekében, mi befolyásolja, hogy valaki népszerű lesz-e az iskolai osztályában vagy sem. Milyenek az égeneráció kulturális fogyasztási szokásai? Hogyan és mire használják a fiatalok az okostelefonjaikat? Mit gondolnak a fiatalok a klímaváltozásról, és ki mennyiben hajlandó megváltoztatni a saját fogyasztási szokásait azért, hogy elkerülje a legrosszabb forgatókönyvet? Tehát ez most csak ugye egy példa, hogy a fiatalok kapcsán milyen kutatási kérdésekkel foglalkozunk, de nyilván nem csak a fiatalok kapcsán foglalkozunk kutatási kérdésekkel, csak beszerettem volna ezt egy kicsit mutatni. Ö, igen, ö, és akkor milyen kimeneti kompetenciákat adaszak? Egyrészt a sok összetett kritikai gondolkodást, ö, amire ugye egyre nagyobb mértékben szükség van, mert nagyon sok helyről vannak adatok, de kik azok, akik ezeket jól tudják értelmezni, bizonyíték alapú módon, és megfelelő kutatási és adatállamzési készségekkel rendelkeznek. Tehát ö, ez ugye egy erőssége a szaknak, hogy nagyon gyakorlati, és nagyon jól fejleszti ezeket a készségeket, és éppen emiatt ugye viszonylag sok helyen van igény ilyesfajta elemzési képességekre. Tehát az is lehet, hogy valaki nem kifejezetten szociológusi munkát végez például a multinacionális vállalatnál, de a mélyebb elemzési képességeket, amiket itt elsajátíthat, arra igény van. De amúgy egyéb karrier lehetőségek az nemzetközi és hazai elemző cégeknél, közvéleménykutatásban, piackutató cégeknél, civil szervezeteknél kutatásokat, programokat menedzselni, előkészíteni, értékelni, önkormányzatoknál, sok szociálpolitikai feladat az önkormányzatokra hárul, így ott szívesen látják végzett hallgatóinkat, minisztériumi háttérintézményeknél, közigazgatásban, ugye szociálpolitikai feladatok, illetve poliszi előkészítése és értékelése, a multinacionalis vállalatoknál, igen, azt már említettem, és ugye a tudományos kutatóasszisztens feladat körökben természetesen. Na jó, és hogy néz ki maga a képzésünk? Ugye egyrészt vannak óráink, amik a szakmai nyelvi és a kommunikációs készségeket fejlesztik, másrészt nyilván vannak szociológiai ismereteket tartalmazó tárgyak, ezek, ö, ezek kapcsolódnak például a különböző, tehát a társadalmi struktúrákhoz, elméleti órák, ö, társadalmi nemekkel, tehát a férfiak és nők közötti különbségekkel ö, kapcsolatos ö, tanórák, ö, akkor ö, nyilván rokon társadalomtudományokból is ö, vannak órák, akkor van egy csomó tárgy hogy kutatási projektek vannak, tehát van interjús kutatási projektág, van kérdőíves kutatási projektág, és akkor vannak tárgyak, ami kifejezetten az adatelemzési készséget fejlesztik, és akkor van egy specializáció szakon, a szociálpolitikai és esélyegyelőség. Ez szintén az az előnye ennek a specializációnak, hogy, a, hogy ez is viszonylag keresett, tehát az esélyegyelőség egy kulcsfontosságú téma az Európai Unión belül, és ezáltal különböző Európai Uniós szervezetek számára is érdekes lehet ez a fajta végzettség. És akkor ugye a saját szakolgozati kutatást is végzik a hallgatóink. Jó, hát én ö, nagyjából ö, ennyit szerettem volna ö, elmondani. Ö, ugye látható a, ott az e-mail címem, tehát lilla.vicek.kukacunik.hu középen kötőjel corvinus.hu, nyugodtan lehet nekem írni, hogyha bárkinek van bármi kérdése, és mondjuk nem szeretné esetleg most feltenni, hanem csak később, de most is nagyon szívesen veszem a kérdéseket. Tehát, hogyha bárkinek van bármi kérdése, vagy megjegyzése, nyugodtan tegye föl.